Szolnok, Budaörs, Békés, Csaba és Hetefehércse után Nyíregyházán adták át a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség legújabb gondozó otthonát. Az intézmény 16 férőhelyes, itt az idős gondozásban sokszor elengedhetetlen kerekes székek és betegszoba is rendelkezésre áll. Átmeneti jelleggel fog megnyitni az intézmény, megnyílni 16 fővel. Ez azt jelenti, hogy akik átmenetileg kerültek olyan élethelyzetben, hogy nem tudja a család megoldani a hozzátartozónak az elhelyezését, kórházból kikerül, és ápolni kell, ápolásra szorul, akkor akár egy hét, egy hónap, két hónap, vagy egy évig is itt lehet, illetve meghosszabbítva két évig itt lehet közöttünk. Vagy azok, akik bárólistán vannak egy tartós bentlakásos intézményben, szintén itt két évet eltölthetnek velünk. Az átadó ünnepségen a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője hirdetett igét. Iványi Gábor kiemelte, Nyíregyházán ez az első idősekkel foglalkozó intézményük. Egy régi álom volt, hogy itt egy intézményt hozzunk létre. Nem olyan nagy, de bővíthető intézmény. Eddig ennyire futott a anyagi és egyéb lehetőségeinkből is, de az épület fenti részén, ha egy liftet sikerül majd beépítenünk, akkor további férőhelyeket nyerhetünk, és a régi parókiát is az idős ellátásnak szeretnénk átadni, és a lelkész lakást pedig az épületen belül máshol alakítanánk ki. Az időskorúak átmeneti gondozó otthonát Nyíregyházán a Besenyei téren a közel 100 éve épített evangélikus kápolna mellett alakították ki. Az intézményre még nem kaptak használatba vételi engedélyt, így meg sem hirdették még az otthon működését, ám már most több érdeklődő jelentkezett elhelyezésre.